Érdekes emberekről, izgalmas kalandokról és különleges helyszínekről. Ez a Dosszié, egy műsor, amely kitekint a világra, mert a széles látókör kötelező. Íme tehát Frey Tamás. Még egyszer, jó estét kívánok! Folytassuk ott, ahol a reklám előtt abba hagytuk, tehát Erdélyben, méghozzá Erdélynek egy olyan arcával, amelyel tényleg ritkán találkozunk, már ott is közé teszik a leggazdagabb emberek listáját, és ahogy tőlünk egy kicsit keletebbre van, így aztán a nagyon gazdagok a magyaroknál is, a magyar gazdagoknál is gazdagabbak, mint ahogy a szegények, ahogy ezt láthatták már a reklám előtt, a nálunk legszegényebbeknél is szegényebbek, úgyhogy derüljön ki, hogy hogy lesz ott valaki milliárdos, hogy vannak-e csodák, vagy semmi sem véletlen. Szerintem önök, ha nem tudnák, hogy a ma esti riportfilm helyszíne Erdély, akkor alig ha találnák ki, hogy ezek a felvételek hol készültek. Őszintén, akik nem jártak még Erdélyben, és csak a borzasztó román közállapotokról szóló sztereotípiákat hallják állandóan, nos, ők gondolnák-e, hogy Szováta például ilyen szép? A Monarchia egykori legendás gyógyfürdője a Kárpátok lábainál ma már nagyrészt ismét magyar kézben van, ezért néz így ki. Ugye meglepő? Mert miközben a politika még a státusztörvénnyel, a kettős államossággal, az RMDS kettészakadásával és hasonlókkal van elfoglalva, most közben magyar forintok milliárdjai áramlanak szép csendben, szinte észrevétlen Erdélybe. A MOL például több mint 20 milliárd forintot fektetett már be, és több mint 70 benzinkútja van az egykori magyar területeken. A románok eleinte féltek, hogy majd biztos itt tankolnak az Erdélyt visszafoglaló magyar tankok, de ma már örülnek a magyar befektetők dollármillióinak. Szovátán, hogy visszatérjünk erre a helyszínre, a Danubius Hotel lánc a 4 nagy ottani szállodából megvett 3-at, és majdnem 2 milliárd forintért ilyen világszínvonalú gyógyterápiás szállókat csinált belőlük. Magyarok az elmúlt pár évben becslések szerint 800 millió dollárt, majdnem 200 milliárd forintot fektettek Erdélyben. 4000 vállalatot alapítottak. 1999-ben, tehát 5 éve a Kelet-Európába áramló magyar tőkekivitel 62%-a már Erdélybe ment, miközben Magyarország amúgy is a legnagyobb tőkekihelyező a régióban. Szóval észre sem vettük, mert ez nincs az újságok címoldalán, de szép csendben elkezdődött Erdély visszafoglalása gazdasági értelemben. Falvak vannak a csiki havasokban, ahol már szinte minden háznak budapesti a tulajdonosa, csak mi nem tudunk róla. Még pár év és az Európai Unió miatt megszűnik a magyar-román határ, megépül Marosvásárhelyen keresztül az autópálya, és úgy járhatunk majd Erdélybe, mint Trianon óta soha. És ha már ez a gyönyörű tája, csiki havasok, meg persze a pénz szóba került. Ismerkedjenek meg Kurpó Jánossal, Erdély egyik leggazdagabb magyarjával. 32 éves, becsült magánvagyon a 7 milliárd forint. 10 éve még gumiszerelő volt Budapesten. A tetemes vagyonnal, gyárakkal, szállodákkal büszkélkedő fiatalember itt a havasokban piheni ki a román vadkapitalizmus fáradalmait. Nincs egyedül. A leggazdagabb 100 román állampolgár listáján ugyanis bőven találunk magyarokat. Megdöbbentő módon politikusokat is, RMDS szenátorokat, például Verestoly Attilát, a maga közel 6 milliárdos vagyonával. Mondom, ő az RMDS politikusa. De ott van Mudora Sándor is, aki hangsúlyozni szokta jó barátságát Medgyessy Péter magyar kormányfővel. Becsült vagyona 8 milliárd forint. Érdekes világ ez. Ahogy mondani szokták, Erdély ma a korlátlan lehetőségek hazája. Kurkó János például ezeket a hegyeket mind megvette. Amit én itt most látok, ez az egész, ezt ön megvette? Igen. Házakkal minden együtt, amit önkről láttunk. Gyönyörű szép. Ez a klasszikus csiki havasok. Igen. És miért kellett ezt megvenni? Azért, mert ennél több nincs. Ez az én szanatóriumom. Ja, a kapitalizmus vadságai pihenésére? Igen.
Kurkóra, annak a kipihenésére. Elvitt jó. Kurkó, amikor házában itt fenn a hegyen leültünk beszélgetni, azt mondta, hogy ő soha nem tévedt el, hogy őt idézem, az élet forgatagában. Bár Románia rossz hírű ország, ő mégis tisztességesen szerezte milliárdjait, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogyha korrupt ember lenne, akkor állítása szerint most sokkal gazdagabb lenne. Kétszer-háromszor többet is tudtam volna ez az idő alatt úgymond megszerezni. És még mindig azt mondom, hogy a tisztességes úton. Első hallásra, főleg a magyarországi privatizációk történetét ismerve, én magam kételkedéssel hallgattam az autószerelőből milliárdossá lett Kurkót, mert azt azért tudni lehet róla, hogy vagyonát ő is a romániai privatizációs hullámban szerezte. És hát fair play díjakat ott sem osztogattak. Csak egy példa, ha az imént az RMDS szenátora Verestói Attila már úgy is szóba került. Amikor az RMDS hálából azért, hogy szavazataival támogatja a bukaresti román kormányt, helyet kapott az ottani vagyonügynökségben, mit gondolnak, kiült a székbe. Verestói felesége, az RMDS ugyanis őt küldte. A házaspárnak ma 6 milliárdja van. Rengeteg ilyen példa van Romániában, ahol sajnos a politikus nem állt meg azon a ponton, hogy úgymond ne az ön maga érdekeit képviselje. Mi nem azt gondoljuk azért úgy Magyarországról, hogy RMDS politikus, akik járnak Magyarországra pénzt kérni, és akkor jó, a magánbank számára 25 millió dollár, az ugye azért már bevált. Nem lenne akkor a gond, hogyha tisztességgel elvégezte volna azt a munkát is, amiért ő oda volt küldve. Tekintjük ezt bevezetésnek, és akkor most jöjjön egy elképesztő karrier a la Románia. Kurkó Csíkszentdomonkoson egy kis erdélyi magyar faluban született, édesapja erdész volt. Rendre és fegyelemre nevelték. Főleg a vakációban itt voltam nagyon sokat, de iskola és óvoda alatt is sokat. Átlagos erdélyi élete egy olyan családban, ahol vigyáztak a múltra, a tradíciókra. Aztán a román valóság, Dacia szerelőüzem, kóbor kutyákkal, nevetséges fizetéssel Csíkszeredán. Ja, és egy román főnök, aki egész jól beszél magyarul. Errefelé ugyanis román ember, magyar tudás nélkül nehezen boldogul. Mit szól ahhoz, hogy mi lett előle? Mit szól? Ő dolgozott, azért, mi lehet, mit mondjuk? Ügyes! Egy szó. Elég leszett? Hát nagyjából. Irigyli vagy nem? Ki? Én? Ő. Én nem. Körbenézve itt érthető, hogy Kurkónak gyorsan elege lett. Ki akart törni. A 90-es évek elején, amikor már lehetett, inkább átjött Magyarországra gumiszerelőnek. Több pénz, tisztább munkahely. Kurkó miközben elvitt, hogy megmutassa gyárait és szállodáit, elmesélte, hogy mi fontosabban kihatott rá leginkább Budapesten. A főnök Laci bácsi, mert ő tulajként is munkás ember maradt. Így kell élni. Tehát fontos az, hogy az ember föl legyen készülve, tehát úgy élje meg a napjait, úgy élje meg az éveit, hogy mindig fel legyen készülve arra, hogy bármikor vissza tudjon lépni oda, ahova elindult. Tehát ne okozzon neki lelki problémát, hogy úristen, én most a Grand Cherokee-ból, a nem tudom milyen palotámból, holnap vissza kell menjek a Laci bácsi gumis műhelyébe. Kurkót ez, vagyis a kényszerű visszalépés azért már nem fenyegeti. Amikor 10 évvel ezelőtt hazatért Erdélybe, meglovagolva az akkori trendeket, spórolt pénzéből benzinkutat akart nyitni Csíkszereda valamelyik szélén. Leálltam minden kivezető útnál, és naphosszat számigáltam, hogy melyik irányba, tehát hány melyik járatnál megy. Hány autó megy, akkor volt nekem egy statisztikám, egy hetes statisztikám, azt mondtam, na ez a kiárat. És utána majd eldöntöttem, hogy jobbra, bal oldalra. Tehát egyszerűen csak a paraszti jó zenész. Paraszti jó zenész, igen, hogy hol jár több autó. De akkor sem értem, én nem akarok ezen sokat évődni, de ha én most holnap után kitalálom, hogy szeretnék egy benzinkutat építeni, nem tudok, mert nincs hozzá pénzem. De nekem sem volt pénzem. Hát volt annyi megtakarított pénzem, mint a másik kollégáimnak, akik szintén velem gumiskodtak. De ez akkor miből volt a benzinkút? Hát ahhoz kell földati tartályok, ez igen. Ránézik egy benzinkút, azt mondom, sokba kerül. Igen. Volt Csíksomjón egy szerény kis házam. Azt eladtam, a szerviszt és a házat, és építettem a benzinkútat. És mi volt a cég neve egyébként? Öcsi Fuel.
tehát öcsi fiúl, tehát fiúl, ugye az igen, angolul, igen, vagy igen, a... Igen. Öcsi az én vagyok, a fiúl az Benzin. A Benzin. Hát így, ha megnézik az öcsi fiúl kútját, akkor persze kiderül, hogy ehhez tényleg nem kellett túl sok pénz. Egy használt tartály, két kút és egy fabarak. Romániában 10 éve ez még megfelelt. 4 évvel később aztán a külföldi nagy olajtársaságok, köztük a MOL is, hirtelen elindultak Románia felé. Felverték az árakat, és Kurkó kezdetleges benzinkútja, ami ma már így néz ki, egyszer csak vagyonokat ért, azonnal eladta. 200-300 ezer dollárért. De hát azért 200-300 ezer dollár hirtelen már nagyon sokat ért Romániában. Készpénzben. És akkor mi jött? Mi volt a következő lépés? Hát utána jött a privatizáció. Privatizáció az a visszanemtérő alkalom, ugye? Hát valóban. A 300 ezer dollár Romániában, figyelembe véve az ottani árakat, olyan, mintha valakinek a magyarországi privatizáció indulásakor lett volna mondjuk 1 milliárd forintja. Abból azért lehetett volna néhány csődbe ment céget vásárolni. Kurkó is ezt tette. Vett eladósodott traktorgyárat, bevásárlóközpontot, szállodát, sok mindent. Ezeket azóta bankhitelből talpra állította, és nagy részüket nyereségesen működteti. Ennyi volt a varázslat. Néhány év távlatából pedig kimondja meg, hogy az ár annó a privatizációs szabadrablás idején reális volt-e vagy sem. Nálunk se tudni. Hát még ott. Egy vállalatot megvásároltunk annyi pénzért, hogy az autóparkja volt néhány autója. Körülbelül kerülhetett annyiban, mint maga vállalat. Tehát máma annyi pénzért vásároltuk meg, mint az adott vállalatnak az autóért. Hát akkor azt mondom, hogy hát látunk milyeneket, hogy áron alul sok mindenki sok mindent vásárol. Nem, piaci ár volt ez. Indokolatlan piaci ár volt ezek szerint. Tehát a józan ész szerint abnormálisan olcsó volt. Ez diktálta a piac akkor. És nem azért, mert korrupció volt. Ja, nem, szó sincs volt. Hát ezek mind kivizsgált privatizációs esetek, nem tudom hány szerv ezt vizsgálja, nem csak... Hát nálunk is vizsgáltak 1000 privatizációt, miniszterek de vannak, akik ezt azt vettek, és mindig mondják, hogy korrekt árak voltak, aztán mindenki tudja, hogy ne szórakozzon. Én tényleg nem tudok másmit mondani, mint azt, hogy volt éles helyzet is, amikor voltak vetélytársak, és nem is egy, nem is kettő, nem is öt. Kurkó szülei, látva, hogy mi történt a fiúkkal, szomorúak. Egyáltalán nem boldogok amiatt, hogy gazdag ember lett belőle. Ők szenvednek, most már lassan tényleg oda jutnak, hogy szenvednek. Tehát annyira aggódnak, annyira félnek, annyira, hogy vajon nehogy történjen valami velem. Ők inkább egy autószerelő műhelyben látnának a somlyói házba, és akkor ott minden rendben, minden nyugi. Csak hogy értsék a szülők aggodalmát. Csíkszeredán Kurkó vállalkozásainak helyszínén, mert hogy a mai Erdélynek ez is egy arca, tele vannak az újságok megvert emberek fotóival, és a verés még a jobbik eset. Néha a Kurkóhoz hasonló vállalkozók tűnnek el nyomtalanul, de lett már furcsa mód öngyilkos helyi pap is, miután szót emelt a gazdag kiskirályok hatalma ellen. Csibi István, akit, hogy egy konkrét példát is említsek, a román és magyar nyelvű újságok egyaránt a környék urának tartanak, szabadlábon járkál, és amikor letartóztatását a román belügyminiszter kilátásba helyezi, nos akkor a multimilliárdos Csivi egyszerűen csak átsétál Magyarországra, Gödöllői birtokára. Kurkó édesapja ezért aggódik. A ember a gyerekét félti. Egy gyerek. De mit a félti? Mindentől. Konkrétan? Minden, hát ez benne van minden egy ilyen világban. Kurkó így aztán soha nem lazíthat. Képzeljék el, hogy barátnőjével 8 éve van együtt, de csak egyszer utaztak el hosszabb időre pihenni. Kurkó akkor is 3 nap után csomagolt és hazajött, mert úgy érezte, hogy kimarad, lemarad, kijátszák, becsapják, ha leereszt pár napig. Ilyen az erdélyi gazdagok élete. Ráadásul, hiába a dollármilliók, legutóbb, mint ez a levél is bizonyítja, nem kapott angol vízumot, mert a brit konzulnak Bukarestben gyanús volt a fiatalember. Román állampolgár, mélyről jött, túl sok pénze van, és nem köt nyakkendőt. Londonban manapság ez gyanús. Csoda-e, hogy
ezek után Kurko kompenzálni akar. Gyerekkori álma volt az autóversenyzés, hát akkor most megteszi. Befizette magát a Porsche kupába. Évi 150 millió forintjába kerül, de mehet Európa nagy Forma 1-es pályáin, és parolázhat Ecclestonnal, Niki Laudával, bárkivel. Ez egy úgymond adósságtörlesztés magam felé. Szerettem volna autóversenyző lenni, de... De mit bizonyít azzal, hogy 150 millió forintért autóversenyző? Nem is a 150 millió, az csak egy következménye, hogy annélkül nem lehet, hogy ez egy feltétele következménye. Igen. Hanem maga az, hogy eljussál oda, hogy a világ egyik legrangosabb autós versenyén részt vehessél. Ez is arra jó, hogy megtapasztald, megismerd, belülről, kívülről, alulról, felülről, és eldöntsd, hogy még ez sem az érték. Az sem az érték. Nem, az az érték. Ugyanúgy, hogy nem az az érték, hogy újabb 20 milliót legyen, nem. És ezt, mármint hogy nem érték az újabb 20 millió, Kurko komolyan gondolja. A gyorsan megszerzett gazdagság, nekem legalábbis úgy tűnt, fáradt, csalódott emberré tette. Ő velünk ellentétben a színfal mögül is megismerte a világot és annak vad törvényeit. Belefásult. Mit tud jelenteni, hogy most jövőre lesz 30 millió dollár, vagy 50? Mi van ebben? Mi tud lenni? Tehát most jön a közhely, a pénz nem boldogít. Igen, ez egy jó közhely. Ezt ennyire azért nem akarom pofán vágni. Nem csak értem, most ülnek a tévé előtt magyar emberek, és valaki mondja azt, hogy 30 millió vagy 50 millió kis érdekel. És mi van ebben? Mi van ebben? De ezt komolyan mondom. Mi van ebben? Hát az, hogy megvette a fél hegyet, snowmobillal ide följön. És? Hát a szabadságot vásárolta végül is. Tehát így ez biztos értelemben jobb, gondolom. Biztos, hogy jobb. De ezért mondtam, hogy ez rendben van. Van akár 10 vagy 15 millió, vagy 20. De ez messze elég ahhoz a szabadsághoz, vagy ahhoz a kényelemhez. Az újabb 20, az újabb 30, az már nem kell. Az minek? De még ez a 15 is. Kurko János igazából egyetlen dologról beszélt csak szenvedélyesen, a jégkorongról. Kiskorában a szülei nem engedték játszani, pedig ez volt az álma. Úgyhogy a fiatalember most pályákat épít kis magyar laktafalvakban. Szülőföldjén nem sokára jobb lesz a jégkorong pálya ellátottság, mint Svédországban. Van 15 milliárd, lejön 50 ezer euró körül. Tehát majdnem olyan 150 millió forint. Igen. De ennek lesznek később még egy második szakasz, amikor befedjük. És gyakorlatilag jótékonykodás. Tehát ez, hogy ezeknek a falusiaknak itt legyen. Igen, az összösségnek legyen. A természetes jég mellett legyen műjegye is. Kurko persze nem véletlenül épít épp jégkorongpályákat. Aki ismeri Erdélyt, az ugyanis pontosan tudja, hogy a jégkorong Erdélyben a magyarok nemzeti sportja. Ott olyan jók vagyunk ebben, hogy a román bajnokságot sokszor nyeri magyar csapat. Két éve például Kurko Csíkszereti klubja, amit utána Tokkal vonóval megvásárolt magának. A bukaresti rangadókon hiába szídják a románok a magyar csapatot, többnyire úgyis a magyarok nyernek, és ez az erdélyek lelkének olyan, mint fociban nekünk a 6-3. A magyarok, aki az országból hazátlanok, meg stb. Lemétánról, meg elsősorban dolgok. Amikor a csíkszerediek megverik a bukaresti csapatot, akkor itt az úgy mindenkinek a szíve jobban dobog. Hogy mondjam, szerintem már jobban dolgozik másnak a munkahelyén, már a barátnőjét is jobban szereti attól a pillanattól, a gyerek már jobban szót fogad a szülő már elnézőbb a gyereknek. Mindegy, hogy locsok vagy gödrök vannak az úton, vagy épp van fűtés, vagy nincs a lakásban. Többen megfogalmazták, hogy a második vallások. Mindez csak annyit, hogy a román ifi válogatott, tehát a 18 évesek válogatottja most fölkerült a világcsoportba, az A csoportba, és minden egyes játékos székelyföldi magyar a román válogatottban. Ennyi volt mára, köszönöm szépen, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Várom e-mailjeiket, véleményüket, és ha kedvük van, akkor keressék fel honlapunkat, ahol a fórum részben megvitathatják egymással a ma este látottakat. Mostantól visszáll a régi rend, vagyis dosszié havonta egyszer, mindig a hónap első hétfőjén, ugyanekkor a TV2-n, vagyis találkozunk legközelebb egy hónap múlva.
Ha van egy percük, akkor mindjárt megtudják, hogy akkor miről lesz szó. Viszontlátásra. Ugye milyen gyorsan telik az idő Frey Tamás és a Nokia társaságában? Beszélgetéseinek semmi sem szab határ, hiszen a Pannon GSM 5 kontinens több mint 200 mobil szolgáltatójának segítségével biztosítja az ön elérhetőségét szerte a világban. Frey Tamást és híreit a Malév hozza el önnek a világ minden tájáról. Malév, szállunk rendelkezésére. A Frey dossziés és stábja Land Rover-t használ. Szabad lelkek, szabad választása. A műsor eleganciáját a Hugo Boss és a Baldessarini is emelte.